Laudetur Jézus Krisztus. In aeternum amen. Szerda van, tehát akkor audienciával jelentkezünk, élőadást látnak Vatikánból, a Szent Péter térről. A mikrofonnál Jakab Péter, és szeretettel köszöntjük Tőzsér Endre piarista atyát, aki segítségünkre lesz Ferenc pápa szavainak tolmácsolásában. Köszöntöm a stúdióban. Én is szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Nagyon sok mindent történt az elmúlt napokban, de mielőtt ezeket a képeket elkezdenénk, egyrészt a történeteket kicsit kommentálni, másrészt pedig, amit itt látnak, én azt gondolom, hogy egy rövid gondolatot a televízió oldalról. Elindult az Invitel hálózatán a televíziónak az adományvonala, és ezeket a képeket, amiket látnak, ezen az adományvonalon keresztül tudják támogatni hívásonként 500 forinttal. Nagyon fontos közlendő, hogy ezekért a televíziónak, a központi vatikáni televíziós szolgálatnak jogdíjat kell fizetnünk, így kérjük, hogy lehetőségekhez mérten támogassák az élő közvetítéseket. És akkor térjünk is ide-vissza a Szent Péter térre. Közzétettek a vatikáni sajtóterem közzétettek nagyon, nagyon fontos információt, mégpedig, hogy Ferenc pápa Vatikánba utazik. Törökországba, köszönöm szépen, tehát így. Törökországban. Szóval a látogatás programja, amely november 28-ától 30-áig fog tartani, az út első állomása Ankara, ahova a Szent Atya november 28-án érkezik, pénteken, délután 1 órakor. Ellátogat Atatürk mauzóleumában, majd az elnöki palotában kerül sor az udvariassági látogatásra, a hatóságokkal, a miniszterelnökkel és a török vallási ügyek elnökének való találkozójára is sor kerítenek. November 29-én szombaton délelőtt a Szent Atya átrepül Isztambulba, ahol látogatást tesz a Hagia Szófia mauzóleumban és Ahmed Szultán mecsetjébe, ez az úgynevezett kék mecset, majd szentmisét mutat be a Szentlélekről elnevezett katolikus székesegyházban. Ezt követi egy ökumenikus ima a Szent György Patriarchátus templomban, és egy magántalálkozó első Bartolomeusz ortodox ökumenikus pátriárkával. November 30-án vasárnap Ferenc pápa jelen lesz a Szent György Patriarchális templomban az isteni liturgián, amelyet egy ökumenikus áldás és Bartolomeusz pátriárkával egy közös nyilatkozat aláírásával zárnak le. Ezt követően Ferenc pápa patriárkával ebédel és ökumenikus patriárkátus székhelyén. Délután 5 órakor indul vissza Rómába, aholvá a tervek szerint este 7 órakor érkezik vissza. Ferenc pápa isztambuli jelenlétének november 30-án egybeesik a Szent András ünnepével, aki a konstantinápolyi székesegyház védőszentje. Ezen a napon a hagyományok szerint egy vatikáni küldöttség részt vesz a patriarkátus szertartásain. Ennek megfelelően egy ortodox delegáció minden évben jelen van Rómában, Szent Péter és Szent Pál ünnepén június 29-én. Tehát november 28-án itt a Bónum televízióban is élőben kísérhetik nyomon, ahogy jó megszokhatták Ferenc pápa utazásait. Igyekszünk a lehető legtöbb helyszínről élőben jelentkezni magyar szinkrontolmáccsal, és bízunk benne, hogy be is kapcsolódnak önök ebbe a lehetőségbe. Kérjük, hogy a lehetőségeikhez mérten viszont tájékoztassák a környezetüket, hogy kövessük minél többen nyomon Ferenc pápát, egyrészt így a képernyőkön keresztül, másrészt pedig az imáinkkal. Egy beteg gyereket emelnek a Szent Atyához. Mielőtt még élőbe adtuk volna önöknek a képet, tehát számos olyan eseményt láthattunk itt a Szent Péter téren, amit már akik jelen vannak, jól megszokhattak. Nagyon közel szeretnének kerülni az emberek a Szent Atyához, egy kedves hölgy zarándok. Addig is olyan hangosan kérte Ferenc pápát, ameddig meg nem fogta a kezét. Tehát ez azok a képek, amik egy kicsit közelebbé hozzák
és közvetlenné hozzák ezeket a képeket, ezeket a gesztusokat Ferenc pápa részéről. Még megnézzük, hogy belefér-e időbe egy utolsó kör. Igen, látjuk itt a japán zarándokokat, de számtalan országból vannak jelen fiatalok. Azt gondolom, hogy a hangok, azt gondolom, hogy a képek magukért beszélnek. Éljen pápa, éljen a pápa, éljen Ferenc, és ahogy itt Rómában leginkább szokták használni, tehát simán csak Ferenc. Tehát ez a közvetlenségnek az egyik kifejezési módja. Tehát közvetlen a Ferenc pápa, közvetlen Ferenc, maga a pápa, de közvetlenek a hívek is, a zarándokok is. És hát természetesen érkeznek az ajándékok. Ahogy még az adásunk kezdete előtt elmondtam, tehát az televíziónak elindult az adományvonal, ez egy nagy szó. Igaz, hogy folyamatos küzdésben van a televízió, hogy a lehető legszélesebb körből lehessen hívni. Itt egy csecsemő. Hát ez egy cuki kép. A legkisebbtől a legidősebbekig, a legjobban kiszolgáltatottakig igyekszik kitárni karját a Szent Atya. A lehető legközvetlenebbül. Szóval visszatérve az adományvonalunkra, hogy igaz, hogy a Magyar Telekom hálózatából még nem hívható, de a UPC és az Invitel lehetővé tette, hogy az adományvonalt elérjék önök, és így hívásonként a lehető legkényelmesebben tudják támogatni a televíziót, hívásonként 500 forinttal. A telefonunk nem más, mint 13690, ezt az elkövetkező időben gyakran el fogjuk mondani, hiszen ahhoz, hogy a televízió 2015-ben is jelen legyen a kábel hálózatokon is fejlődni tudjon, és tudjuk teljesíteni a kábel szolgáltatók kéréseit, technikai igényeit, ahhoz az adományok nélkülözhetetlenek, tehát az önök adományaira szükségünk van. Tehát 13690, ez mindig és folyamatosan elérhető lesz a jövőben, és hogyha a szolgáltatók lehetővé teszik, akkor mobil hálózatról is, sajnos ezt még nem sikerült. Nagyon sokan vannak a téren, jobb idő van a Szentpéter téren, mint Budapesten vagy Magyarország számos területén, ahol esik az eső, tehát így, ahogy láthatják, és még a szokásos körök után, de nem, lassan nem sokára kezdődik a szokásos tanítása a Szentatyának. Szerdán nem csak a helyi zarándokokhoz intéz tanítást Ferenc pápa, vagy a pápák a Szentpéter térről, vagy innen a Vatikánból, hanem az egész világ számára igyekszik egyfajta iránymutatást, egyfajta buzdítást adni, hogy bátran kövessük Jézusnak a nyomdokait. Na, ezek azok a képek, amelyek bejárják majd a világot. Ezek nem sztár alűrök, ez nem egy gesztus, hanem ez maga a valóság. Ferenc pápa, aki igyekszik meghallani a Vatikán falain kívül, Vatikán falain belül
az egyház hangját, a híveknek a hangját, kérését. Ez a fajta közvetlenség hatja át és alakítja át a világegyházat. Ugye jól megszokhattuk, hogy akik itt mondjuk nyomon követik a televízió adásait, hogy szerdánként, amikor jelen vannak nagyobb közösségek a Szentpéter téren, itt az audiencián, mint a jó múltkorjában, amikor a Veres András püspök atya volt kint az zarándokokkal, akkor nagyobb hangsúlyt fektet ezeknek a zarándokoknak a köszöntésében. Ezért is egy kicsit ilyen házigazda szerepet adva, vagy fölvállalva, tehát, hogy odafigyel, tehát az ő hozzá zarándokló, tehát Vatikánban zarándokló emberekre, ma nem lesz magyar nyelven köszöntés, de a megszokott nyelveken viszont el fog hangzani a szerdai audienciának, a szerdai tanításnak az összefoglalója. A Szentatya köszönti a munkatársait, akik lehetővé teszik a különböző nyelvi összefoglalókat, az angoltól egészen az arabig. Johannes atya, aki az arab nyelvű összefoglalókat készíti. Kezdődik az audiencia tanítása a fordításban. Tőzsi Rendre piarista atya van a segítségünkre. Il Santo Padre da ora inizio all'udienza generale. A Szent Atya a keresztvetéssel kezdi meg az általános kihallgatást. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Béke veletek. És a te lelkeddel. Dalla prima lettera di San Paolo ai Corinzi.
fratelli. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo spirito in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo spirito. Ora voi siete corpo di Cristo, e ognuno secondo la propria parte, sue membra. Parola di Dio. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit que nous tous, juifs ou païens, kihallgatás, esclaves ou hommes libres, alap szentírási szövege, Szent Pálnak a korintusiakhoz írt első leveléből való, ez a rövid szakasz az egyházról, mint Krisztus testéről beszél. Ezt mondja Szent Pál. A test ugyanegy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test. Így Krisztus is. Mi ugyanis mindnyájan egy lélekben egy testé lettünk a keresztséggel. Akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok. Mindannyiunkat egy lélek itatott át. And has many members, and all the members of the body, though many, are one body. So it is with Christ. For by one Spirit we were all baptized into one body, Jews or Greeks, slaves or free, and all were made to drink of one Spirit. Now you are the body of Christ, and individually members of it. The word of the Lord. A Szent Atya tehát a mai katekézisének a kiinduló mondatául vagy képéül Szent Pálnak azt a tanítását választotta, mely szerint az egyház Krisztus teste, mi pedig az ő tagjai vagyunk. A korintusiakhoz írt első levélből való a mai napnak, a mai katekézisnek a mottója, amely így szól. A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja azonban mégis egy testet alkot. Így Krisztus is. Mi ugyanis mindnyájan egy lélekben egy testé lettünk a keresztségben. Akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok. Mindannyiunkat egy lélek itatott át. Mert a test nem egyetlen tagból áll, hanem sokból. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Most tehát még meghallgatjuk ezt a Szent Páli szöveget azokon a nyelveken, amelyek az audiencia úgynevezett hivatalos alapnyelvei. Hallottuk már angolul, franciául, most spanyolul, volt németül. Még meghallgatjuk lengyelül és arabul is, és portugálul. Ezután a Szent Atya elmondja a katekézisét. Tudjuk azt, hogy már sok hét óta az egyháznak a különböző vonásait tárja elénk, az egyház valóságának a gazdagságából kiemel egy-egy vonást, egy-egy jellemzőt, és azt próbálja, arról próbál nekünk olyan tanítást adni, amelyet nem csak meg tudunk szívlelni, hanem rögtön a mindennapi életben is, ha szerint tudunk élni. A katekézis után pedig szokás szerint
ezeken az említett nyelveken megismétlik a katekézis, de már nem a teljes szövegével, nem a teljes terjedelmében, hanem egy rövid változatot olvasnak föl. És a Szent Atya az összefoglalás sok az összefoglalt szövegek után mindig üdvözli az adott nyelvterületről érkező zarándokokat, és végezetül a sort azt fogja majd zárni, hogy az olasz nyelvű zarándokokat köszönti, hiszen mindig ők vannak a legnagyobb számban jelen, és a köszöntő szavaiban mindig a jelenlévő csoportokat is mindig kiemeli. من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس يا إخوتي وكما أن الجسد واحد وله أعضاء كثيرة وأن أعضاء الجسد كلها على كثرتها ليست إلا جسدا واحدا فكذلك المسيح فإننا اعتمدنا جميعا في روح واحد لنكون جسدا واحدا أي يهودا كنا أم يونانيين عبيدا أم أحرارا وشربنا من روح واحد فأنتم جسد المسيح وكل واحد منكم عضو منه كلام الرب Magyarul János atyát hallottuk az előbb, aki arabul foglalta össze, komoly munkát fejt ki Vatikánban, és igyekszik az arab világ számára komoly fordításokat készíteni a Szent Atya folyamatos tanításáról. Wszyscy bowiem w jednym duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem. Wy przeto jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi Jego członkami. Oto Słowo Boże. Meghallgattunk tehát egy rövid szentírási szakaszt az Új Szövetségből, Szent Páltól, az egyházról, mint Krisztus testvéről. Kedves testvéreim és nővéreim, jó napot kívánok! Quando si vuole evidenziare come gli elementi che compongono una realtà siano strettamente uniti uno all'altro e formino insieme. Amikor azt akarjuk hangsúlyozni, hogy különböző elemek, különböző tényezők egyetlen valóságot alkotnak, és egymással szorosan összekapcsolnak, egészen addig, hogy egyetlen valóságot alkotnak, akkor gyakran használjuk a test képét. Pál apostoltól kezdődően ezt a kifejezést, ezt a képet, a testképét használjuk az egyházra, és Szent Pál óta az egyház egyik legszebb és legmélyebb jellemzőinek tartjuk. Ma tehát ezt szeretnénk megkérdezni magunkat, milyen szempontból, milyen értelemben alkott testet az egyház, miért hívjuk Krisztus testének? Dio mostra al profeta una distesa de ossa. Ezekkel a proféta könyvében találunk egy szép látomást, egy kicsit rendkívüli látomást, ami meglephet bennünket, de ami igenis bizalmat és reményt ébreszthet a szívünkben. Isten mutat egy csontmezőt a profétának,
és ezek a csontok egymástól távol össze-vissza hevernek, ezek száradt, kiszáradt csontok. Egy nagyon szomorú helyzet ez, szomorú látványt nyújt. Isten azt kéri tőle akkor, hogy hívja le rájuk a lelket, és ekkor ezek a csontok elkezdenek közeledni egymáshoz, és egymáshoz kapcsolódni. Először rá növekednek rajtuk az inak, aztán hús nő rajtuk, és így egyszer csak testé állnak össze, egy teljes élettel teli testé. Íme ez az egyház. Ez egy nagyon szép szöveg, gyönyörű. Ez egy nagyon szép szöveg, olvassátok el ti is. Ez az egyház egy remek mű, a Szentlélek remek műve. Ő az, aki mindenkibe bele árasztja a föltámadott Krisztus új életét. És ő az, aki egymás mellé állít bennünket, egymás szolgálatára rendel, azért, hogy támogassuk egymást, hogy egyetlen testet alkossunk, és a közösségben és a szeretetben épüljünk egyé. Az egyház azonban nem pusztán, az egyházat nem pusztán a Szentlélek építi testé, hanem az egyház Krisztusnak a teste. Ez viszont nem csak egy üres frázis, hanem tényleg az vagyunk. Ezt kapjuk, ez az a nagy ajándék, amelyet megkeresztelkedésünk napján kapunk. A keresztség szentségében ugyanis Krisztus övé, magáévá tesz bennünket. Befogad a kereszt titkának a szívébe minket. Ez az ő szeretetének a legnagyobb misztériuma. Ez a, ő nem csak a ő magával együtt részesévé tesz az ő föltámadásának, és minket új teremtményé tesz. Így születik az egyház, és az egyház így Krisztus testének ismeri föl magát. A keresztség valódi újjászületés. Újjászül bennünket Krisztusban, az ő részévé tagjaivá tesz bennünket, és nagyon szorosan egymáshoz is kapcsol bennünket, úgy, mint egy testnek a tagjait, amelynek Krisztus a feje. Mi az, ami ebből következik? Egy nagyon mély szeretet közösség. Ebben az értelemben nagyon megvilágosító számunkra, ahogyan Pál biztatja a férjeket. Azt mondja, hogy szeressétek feleségeiteket, mint saját testeteket. És azt mondja, ahogyan Krisztus tette az egyházzal, mint hogy testének a tagjai vagyunk. Milyen szép lenne, hogyha gyakran emlékeznénk arra, amik vagyunk, arra, hogy mit tett velünk, mit alkotott belőlünk az Úr Jézus. Az ő teste vagyunk, az a test, amelyet semmi és senki nem szakíthat el tőle, és amelyet ő teljes szenvedélyes szeretetével szeret, úgy, ahogyan egy férj, egy házastárs a feleségét. Ez a gondolat pedig föl kell, hogy ébressze bennünk azt a vágyat, hogy megfeleljünk az Úr Jézusnak, hogy osztozzunk az ő, megosszuk az ő szeretetét magunk között, egymás között, mint ugyanannak a testnek a tagjai. Quante invidie, come si sparla, quante incomprensione e emarginazione. Pál apostol idejében a korintusi közösségben nagyon sok nehézség volt ebben az értelemben, ahogyan közöttünk is. Sok a
féltékenység, a megszólás, a meg nem értés, egymás kirekesztése. Korintusi közösség így élt. Irigykedtek egymásra, féltékenyek voltak egymásra, és ez tönkreteszi a közösséget. Ők ebben bajnokok voltak, hogyan lehet egymásra irigykedni. De ezek a dolgok nem jól vannak így, mert ahelyett, hogy építenénk az egyházat és növelnénk, mint Krisztus testét, inkább darabokra törjük, és szétszaggatjuk. Questo smembra, fa male, ma non si deve fare. Sajnos ez közöttünk is előfordul, hogy tele vagyunk irigységgel, és ez sajnos a tönkreteszi, darabokra szaggatja a közösséget. A féltékeny szív az egy egy keserű szív, ami olyan, mint az ecet, ahelyett, hogy vért pumpálna a testbe, ehelyett ecetet pumpál. Pál apostol adott konkrét tanácsokat a korintusiaknak, amelyek ránk is érvényesek. Az, hogy ne legyünk féltékenyek, hanem becsüljük meg közösségeinkben a különböző adományokat és testvéreinknek a képességeit. Legyünk, támogassuk azokat, akik a legutolsók, legtöbbet szenvedik, rászorulókat a szenvedéseikben. És fejezzük ki a saját hálánkat mindenki felé. Meg kell tanulnunk köszönetet mondani másoknak. Kérdezem tőletek, mindannyian képesek vagyunk arra, hogy köszönetet mondjunk mindig. Ugye nem? Mert sajnos a féltékenység, az irigység, az meggátol, lefékez bennünket. Azután itt van ez a tanács Szent Páltól, amelyet ő a korintusiaknak ad, de nekünk is egymásnak ezt kell tanácsolni, hogy senki ne tartsa magát nagyobbnak, vagy feljebb valónak a többinél, hanem a szeretetben egymás tagjának tekintsük magunkat, és mindenki javára éljünk, és adjuk oda magunkat. Non farlo mai. E quando ti viene questo, ricordati dei tuoi peccati, di quelli che nessuno conosce. Vergognati. Amikor kísértést érzel arra, hogy másokat lebecsülj és megszólj, akkor mindig gondolj a saját bűneidre. Olyan bűnökre, amelyeket csak te ismert és Isten, és szégyeld el magad, érezd magadban szégyent, és akkor majd nem fogod a többieket szidni, vagy nem fogod magadat magasabbnak, magasabb feljebb valónak gondolni. Kedves testvéreim és nővéreim, ahogyan Ezekiel próféta és Pál apostol, úgy mi is hívjuk a Szent Lelket, hogy az ő kegyelme és az ő ajándékainak bősége segítsenek bennünket, hogy valóban Krisztus testeként tudjunk élni, úgy, mint az ő szeretetének látható és szép jele. Köszönöm.
Most pedig a rövid, különböző nyelveken rövid összefoglaló hangzik el, amit itt az előbb hallhattak a Szent Atya részéről. Ugye itt ilyenkor a mi televízió megkapjuk a, előre a Szent Atya szövegét, de láthatjuk, hogy lényegesen eltér a szövegtől a Szent Atya, tehát hogy nem a jól előre kiadott szöveget mondta el, sokkal inkább a hívekhez, a jelenlévőkhez, és közvetlenül beszélt. Igen, az a Ferenc pápára nagyon jellemző, hogy képtelen, mint egy jó lelkipásztor, képtelen arra, hogy egy előre megért szöveget pusztán felolvasson, hanem mindig a személyes kapcsolatot keresi az őt hallgatókkal. Épp ezért annak ellenére, hogy ezt a szöveget, ezt a katekézist ő maga készítette el, és ő maga írta, mégis szükségét érzi annak, hogy föltekintsen a szövegből, és konkrét mondatokat, vagy kérdéseket, vagy biztató szavakat szóljon a hallgatósághoz. És hiszen ezek azok a mondatok, amelyek igazán megérintik a hallgatókat, és hát sokszor ilyenkor elő is fordul, ahogy most is láttuk, hogy meg is tapsolják a Szent Atyának ezeket a szavait, mert egyetértenek vele, és érzik, hogy ő ismeri az emberek életét, ismeri a valóságot, tehát amikor ezeket a katekéziseket elmondja, akkor nem szép teológiai beszédeket kíván mondani, nem teológiai értekezéseket akar mondani, amelyet utána meg lehet dicsérni, hanem ő lelkipásztor, ő az élethez szól, az életvezetéshez ad tanácsokat. Szívből köszöntöm a francia nyelvű zarándokokat, különösképpen a Bayeux-Lisieux egyházmegyéből érkezett bérmálkozott fiatalokat, és a lyoni egyházmegyéből érkezetteket, akik bizonytalan helyzetben találhatók most. Különösképpen üdvözlöm tehát őket, és kérem az ő imájukat. Hívjuk a Szent Lelket, hogy az ő kegyelme és ajándékainak gazdagsága segítsenek bennünket abban, hogy valóban úgy tudjunk élni, mint Krisztus teste, vagyis az ő szeretetének látható jele. Az előbb elhangzottakat most franciául foglalják össze, majd németül, angolul és németül. Ez nagyon fontos, hogy a Szent Atya igyekszik, tehát ezt a pasztorális munkát a lehető leginkább a gyakorlatra alapozni, de ez látszik, tehát hogy nem szakadt el az egyháznak a gyakorlati, pasztorális, tehát a közösségi oldalától, tehát nem egy úgymond előjáró püspök, aki mondjuk inkább egy hivatalt betölt, hanem sokkal inkább egy lelki pásztor, aki a nép nyelvét érti, a nép hangját érti. Így van, ő nem a teológiai katedráról érkezett a pápai székbe, és nem is íróasztal mögül, nem egy hivatalból, hanem a Buenos Aires-i egyházmegye püspöke volt, és mint az egyházmegye vezetője is, szüntelen állandóan az emberek között volt, reggeltől estig az emberek között élt, és nagyon jól ismerte az emberek mindennapi gondjait, örömeit, problémáit. És ugyanerre akart utalni, tehát hogy ne gondoljuk magunkat feljebb valónak a másiknál, hanem egymás javára legyünk, tehát ne a ranglétrát építsük, hanem Krisztus testét, ennek tagjaival váljuk, és nem annyira a hierarchiára igyekszik rá irányítani a figyelmet, hanem sokkal inkább a krisztusi, a testvéri szeretetre, ami sokkal erősebbnek kell lenni, és hogyha ez erős, akkor ez adja meg a fundamentumát az egyháznak. Így van. Is a foreshadowing of the church,
Tudjuk, hogy a Szentírás sok képet használ az egyház valóságának a leírására, így például a II. Vatikáni zsinat után az egyik legkedveltebb kép az egyházra az, hogy az egyház Isten népe, Isten zarándokló történelemben zarándokló népe, és ezt egészíti ki a II. Vatikáni zsinat előtt hangsúlyosabb kép az, hogy az egyház Krisztus teste. A testképnek az a hiányossága, mondhatjuk így, hogy az időbeli, a történelmi dimenzió hiányzik belőle. Tudjuk azt, hogy Ferenc pápának viszont állandóan visszatérő témája az is, hogy a keresztény életünket időben éljük, és éppen ezért Isten türelemmel van hozzánk, és nekünk is türelmet kell adnunk Istennek, türelmet kell adnunk Krisztusnak, hogy működjön és megváltoztassa, javítsa az életünket. Köszöntöm az angol nyelvű zarándokokat, akik jelen vannak a mai kihallgatáson, különösképpen azokat a csoportokat, akik Angliából, Írországból, Dániából, Litvániából, Nigériából, Vietnámból, Kínából, Japánból, Katarból és az Amerikai Egyesült Államokból érkeztek. Különösképpen üdvözlöm azokat az ír zarándokokat, akik a Limeriki egyházmegyéből érkeztek, és akiket püspökük elkísért. Kívánom minnyájatoknak és családjaitoknak, hogy töltsön el benneteket az Úr Jézus öröme és békéje. Isten áldjon meg benneteket. In a particular way, my greeting goes to the Irish pilgrims from the Diocese of Limerick, accompanied by their bishop. Upon all of you and your families, I invoke joy and peace in the Lord Jesus. God bless you all. Most pedig a német nyelvű zarándokok nevében köszöntik a Szent Atyát, és utána megismétlik a Szent Atya katekézisének a rövidített változatát, megismétlik a Szent Atya tanítását rövidebb változatban. Az első fő gondolat tehát, amelyet ma a Szent Atya kifejtett nekünk, az a Szentlélekkel kapcsolatos. Ezekkel próféta könyvére hivatkozott az ő az ott található látomásra. Isten mutat egy nagy csontmezőt, és azt is, hogy a kiszáradt szomorúságot árasztó csontok egyszer csak közeledni kezdenek egymáshoz, inak kapcsolják össze őket, hús nő rájuk, és egyszer csak testé, élő testévé állnak össze. És ez pedig a Szentléleknek a műve. Azt mondja, hogy ilyen az egyház is. A Szentlélek az, aki a föltámadt Krisztus új életét adja nekünk. Amikor megkeresztelkedünk, akkor valóban, bár halottak voltunk, a Szentlélek bennünket élővé tesz. Mi a Szentléleknek a remek műve vagyunk, mondja a Szent Atya. És azt mondja, azért köt össze bennünket a Szentlélek inakkal, hússal, tesz minket egyé, hogy segítsük egymást, egymás szolgálatára álljunk. És mi egy olyan építmény vagyunk tehát, amelynek az a célja, hogy közösségben legyenek ezek a tagok egymással és szeretett közösségben. A második fő gondolat utána pedig az volt, hogy nem csak a Szentlélek az, aki ilyen szorosan összekapcsolja a tagokat, hanem maga Krisztus, az egyház Krisztusnak a teste.
És ez nem csak egy nem csak úgy egy üres frázis, egy üres kép, hanem mi valóban hiszünk abban, hogy Krisztus testét algotjuk. Ennek a testnek Krisztus a feje, és mi pedig az ő tagjai vagyunk. Amikor minket megkeresztelnek, akkor mi valóságosan Krisztushoz, Krisztusnak a részévé válunk, és olyan szorosan kapcsolódunk most már hozzá, hogy senki és semmi nem választhat el bennünket tőle. Örömmel fogadom a német nyelvű hívőket és a holland jelenlévő hívőket a mai kihallgatáson. Különösképpen üdvözlöm a Don Bosco iskola diákjait és a Bingeni Szent Hildegard gimnázium diákjait. Azután szívből köszöntöm a utrechti érsekség számos zarándokát, hívjuk rájuk is a Szent Lelket, hogy az ő kegyelme segítsen bennünket úgy élni, hogy valóban Krisztus testének bizonyuljunk. Kívánom nektek, hogy érezzétek jól magatokat Rómában. Isten áldjon meg mindnyájatokat. Besonders grüße ich die Schüler der Don Bosco Schule und die Schüler des Hildegard von Bingen Gymnasiums. Ferner richte ich einen herzlichen Gruß an die zahlreichen Pilger aus dem Erzbistum Utrecht. Ich wünsche euch einen guten Aufenthalt in Rom. Gott segne euch alle. Miután tehát meghallgattuk a katekézis rövidebb változatát franciául, angolul és németül, most a Szent Atya anyanyelvén fogjuk majd spanyolul hallani. Most a spanyol nyelvű zarándokok nevében köszöntik a Szent Atyát, és biztosítják őt arról, hogy imájukkal kísérik az ő péteri szolgálatát. Mivel a Szent Atya nyelv, anyanyelve a spanyol, ezért ő maga fogja a katekézisét rövidebb változatban elmondani. Tehát ebben a katekézisben egyfelől arról beszélt a Szent Atya, hogy az egyház Krisztus teste, és ebben nagyon nagy szerepe van a Szent Léleknek. És az, hogy mi Krisztus testét alkotjuk, ez nem egy üres frázis, hanem nagyon fontos következményekkel is jár az életünkre vonatkozóan. És itt hoz egy nagyon érdekes párhuzamot a Szent Atya. Azt mondja, hogy Szent Pál arra biztatja az efezusiaknak írt levelében a férjeket, hogy úgy szeressék a feleségeiket, feleségüket, mint saját testüket. És ebben Krisztust hozza például, ahogyan Krisztus szereti az egyházat, mint ahogy hát mi az ő testét alkotjuk. És azt mondja a Szent Atya, milyen jó lenne, hogyha mindig emlékeznénk, vagy gyakran emlékeznénk arra, hogy mik vagyunk, hogy Jézus mivé tett bennünket. Ő tett minket az ő testévé, és most már semmi és senki nem szakíthat el őtőle minket, és nem csak őtőle, hanem egymástól is minket. Amikor azt mondja, azt valljuk, hogy az egyház Krisztus teste, akkor egyfelől megvalljuk, hogy Krisztushoz is tartozunk mostantól kezdve, és egymással is összekapcsolódunk. Felelősek vagyunk egymásért. És azt mondja Ferenc pápa, hogy ahogyan egy férj, egy szerelmes férj szenvedélyesen szereti a feleségét, képzeljük csak el, hogy bennünket is Jézus így szeret, ilyen szenvedéllyel, ilyen szeretettel. És hogyha nekünk egy ilyen férjünk van, akkor nekünk, mint egyháznak,
Krisztus jegyesének, Krisztus feleségének, ezt így kell, arra kell törekednünk, hogy ennek a szeretetnek meg is feleljünk, hogy méltók legyünk rá. Szeretettel köszöntöm tehát azokat a zarándokokat, akik Spanyolországból, Mexikóból, Panamából, Costa Ricából, Argentínából, Perúból, Chiléből és más latin-amerikai országokból érkeztek. Kedves testvéreim, mi is hívjuk a Szent Lelket, hogy az ő kegyelme és bőséges ajándékai segítsenek bennünket, hogy valóban Krisztus testeként tudjunk élni, úgy, mint az ő szeretetének látható és szép jele. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Három nyelv van még hátra, portugálul, arabul és lengyelül. Köszöntik még a Szentatyát, illetve ismétlik meg a katekézisét rövid változatban, végezetül pedig majd a Szentatya az olasz nyelvű zarándokokat fogja köszönteni. O Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares. A mai napon tehát a Szent Atya az egyháznak azt a képét bontotta ki, hogy az egyház Krisztusnak a teste. És itt főleg Szent Pálra hivatkozott, és Szent Pálnak a korintusiakhoz írt első levelét idézte, kifejtette, hogy a korintusi közösségben az egymással való kapcsolatban a híveknek nagyon sok nehézsége, nagyon sok problémája volt. Nagyon sok volt a veszekedés, a féltékenység, irigykedés, értetlenség, pártokra szakadtak, klikkekbe csoportosultak, és egyáltalán nem úgy viselkedtek, mint egy egységes szeretetben élő, egymást elfogadó közösség. És Szent Pál arra biztatta őket, hogy ne így viselkedjenek, és mert különben azt a testet, amelyet Krisztus egyé alkotott, azt darabokra törik. És itt a Szent Atya minket is arra biztatott, hogy vizsgáljuk meg a mi saját életünket, a saját közösségünk életét, hogy bizony abban is milyen sok irigykedés van, féltékenység, megszóljuk egymást, és ezáltal megoszlást idézünk elő. Szívből köszöntöm a portugál nyelvű zarándokokat, különösképpen azokat a hívőket, akik Brazília különféle plébániáiról érkeztek, kedves barátaim, legyünk valóban Krisztus teste. Ne feledkezzünk el arról, hogy fele barátai legyünk egymásnak, segítsük a leginkább rászorulókat, és emlékezzünk Szent Pálnak a szavaira, ha egy tag szenved, akkor az összes tag együtt szenved. És hogyha egy tagot megbecsülés ér, akkor az összes tag együtt örül vele. Így legyen közöttünk is. Isten áldjon meg minnyájatokat. Köszönöm. Se o membro é honrado,
Tehát a Szent Atya Szent Pálhoz kapcsolódóan arra biztat bennünket, ahelyett, hogy féltékenyek lennénk egymásra, irigykednénk egymásra, inkább becsüljük meg azokat az ajándékokat, amelyeket testvéreink kaptak. Vegyük észre, hogy a mellettünk élők milyen tehetséget, milyen karizmát, ajándékot kaptak a Szentlélektől, Istentől, és becsüljük meg, köszönjük meg ezeket az ajándékokat. Azután azt is hangsúlyozta, hogy nagyon fontos, hogy észrevegyük a leggyöngébbeknek a rászorultságát, szenvedését, a rászorult testvéreink szükségét, és segítsük egymást, hogy nyújtsunk alázatosan és rejtetten is szolgálatot egymásnak. És végezetül, hogy egyikünk se tartsa magát feljebb valónak a másiknál, hanem szeretetben egymás tagjainak tartsuk magunkat. És még az is fontos a Szent Atya tanításában, hogy nem pusztán bíztat bennünket, hogy na most akkor mindannyian törekedjünk erre, szedjük össze az erőnket, és ebbe az irányba haladjunk, hanem nem annyira mi erőnkre appellál, hanem az arra bíztat minket, hogy hívjuk a Szent Lelket, hívjuk a Szent Lélek segítségét, hogy az ő kegyelme, az ő ajándékainak gazdagsága, bősége segítsen minket abban, hogy Krisztus testeként tudjunk élni. Vagyis ahhoz, hogy Krisztus szeretetének a jelei, látható, gyönyörű, tündöklő jelei lehessünk, ahhoz nem a saját erőinkre, nem a saját energiánkra kell hagyatkozni, hanem a Szentlélekre. Minél inkább elismerjük, hogy magunk erejéből erre képtelenek vagyunk, és Isten segítségét kérjük, tehát minél alázatosabbak vagyunk, és minél inkább engedjük, hogy a Szentlélek működjön bennünk, annál inkább megvalósul majd Krisztusnak a szándéka bennünk és közöttünk. Most tehát az arab nyelvű munkatárs foglalta össze a Szent Atya tanítását. Szívből köszöntöm az arab nyelvű zarándokokat, különösképpen azokat, akik a Közel-Keletről érkeztek. Kedves testvéreim és nővéreim, hívjuk mindig a Szent Lelket. Ő az, aki mindannyiunkba beleárasztja a föltámadt Krisztus új életét, és ő az, aki bennünket egymás szolgálatára, támogatására rendel, és így tesz bennünket egy testé, olyan testé, amelyet a szeretet közösség épít egyé. Az Úr áldjon meg benneteket. Most pedig a lengyel zarándokok nevében köszöntik majd a Szent Atyát. A mai napon a lengyel zarándokok kerülnek egy kicsit jobban a figyelem középpontjába, azért, mert ma van Szent II. János Pál pápa emléknapja. Ez az első alkalom, hogy az ő II. János Pál pápa szenti avatása után az első alkalom, hogy szentként emlékezhetünk meg róla. Pobłogosławi także różańce oraz dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Második János Pál pápára eddig a lengyel
egyházban emlékeztek meg, mint boldog második János pápáról, viszont azóta, hogy a Szent Atya szentté avatta őt 23. János pápával együtt, azóta már az egész egyházban megemlékezhetünk róla, hiszen a Szent Atya elrendelte, hogy az ő nevét, ennek a két szent pápának a nevét a római naptárba is vegyék fel. W duchu tej samej wizji święty Paweł zachęcał pierwsze wspólnoty chrześcijan w Efezie i w Koryncie do zdecydowanego pokonywania zazdrości, nieporozumień i przeszkód na drodze do budowania jedności, która jest fundamentem Kościoła jako ciała Chrystusa. Prośmy Ducha Świętego, by pozwolił także nam pokonać wszelkie przeszkody na drodze do zgody i pokoju, byśmy byli dla świata widzialnym znakiem Bożej miłości. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Szívből köszöntöm a lengyel nyelvű lengyel zarándokokat, akik erre az audienciára eljöttek. La memoria liturgica di San Giovanni Paolo II. Ma tartjuk Szent II. János Pál pápa liturgikus emléknapját. Il quale ha invitato tutti ad aprire le porte a Cristo. Aki arra hívott mindannyiunkat, hogy nyissuk meg a életünk kapuját Krisztusnak. Amikor első alkalommal látogatott el hazájába, akkor hívta a Szent Lelket, hogy újítsa meg ismét Lengyelország földjét. Az egész földet, egész világot emlékeztette az isteni irgalmasság misztériumára. Kívánom, hogy az ő spirituális lelki öröksége, lelki örökségét soha ne felejtsük el, hanem az mindig indítson bennünket reflexióra, és arra, hogy mindig nagyon konkrétan az egyház javát szolgáljuk, valamint a család és a társadalom javára éljünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus! By zstąpił i odnowił oblicze polskiej ziemi. Przypomniał całemu światu tajemnicę Bożego miłosierdzia. Niech jego duchowe dziedzictwo nie pójdzie w zapomnienie, lecz inspiruje nas do przemyśleń i konkretnych działań dla dobra Kościoła, rodziny, społeczności. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Tehát kedves Szent Atya, az olasz nyelvű hívők, zarándokok, kifejezik tiszteletüket Ön iránt, és gyermeki fiúi hódolatukat, és imádkoznak minden szándékáért. Most pedig a kihallgatás végén el fogjuk imádkozni a mi atyánkot, és a Szent Atya apostoli áldását adja a jelenlévőkre, családtagjaikra, a magukkal hozott kegytárgyakra, és főképpen a betegeket, szenvedőket, időseket, fiatalokat áldja meg.
Szívből köszöntöm az olasz nyelvű zarándokokat. Saluto i fedeli della diocesi della Romagna. Üdvözlöm a Románia egyházmegye hívőit, akik püspökeikkel érkeztek, és biztatom őket, hogy az evangéliumból merítsetek olyan inspiráló kritériumokat, amelyek segítik személyes és közösségi életeteteket. Üdvözlöm a cselai zarándokokat, akik jelentős jubileumi eseményeket ünnepelnek. Azután Agromonte zarándokait, akiket püspökeik kísértek el. Üdvözlöm a betegeket szolgáló nővéreket, Szervedi Mária miniszter nővéreket, akik egyetemes káptalanjukat tartják. Örömmel fogadom a Camisano Vicentino-ból az Arancia di Natale társulatot. Azután a Montegranaro-ból az Avis közösséget, a Brindisi tartományból érkezetteket, az apostoli testvériség mozgalmát, és buzdítalak benneteket a fele baráti szeretetre. Azután kifejezem szolidáris támogatásomat a Meridiana repülőgép társaság alkalmazottai mellett, akiknek veszélybe került a munkájuk. Nagyon remélek abban, hogy méltó megoldás születik, és olyan megoldás, amely elsősorban figyel, az emberek személy méltóságát veszi figyelembe, és a családoknak a elengedhetetlen szükségleteit. Nagyon kérlek benneteket, figyeljetek arra, hogy lehetetlen élni munkanélkül. Szeretnélek emlékeztetni benneteket arra, hogy arra biztattalak benneteket, hogy vegyétek elő a szentírásotokat, és keressétek meg Ezekiel próféta könyvét, nyissátok ki a 37. fejezetnél, és olvassátok el azt a szöveget, amelyről szó volt. Rendben van. Végezetül a fiatalokra, a betegekre és a fiatal házasokra, ifjú házasokra gondolok. Október hónap arra hív bennünket, hogy megújítsuk tevékeny együttműködésünket az egyház missziójában. Fiatalságotok friss erőivel és imádságotok erő és áldozathozatalatok erejével segítsétek, legyetek az evangélium misszionáriusai, és konkrét támogatást nyújtsatok mindazoknak, akik azon munkálkodnak, hogy az evangéliumot elvigyék, megismertessék azokkal, akik még nem ismerik. Most a téren lévők latinul éneklik el a mi atyánkot, mi pedig most akkor elmondhatjuk a saját nyelvünkön magyarul.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mindörökkel. Az Úr legyen velete. És a te lelkeddel. Áldott legyen az Úr neve. Most és mindörökké. Segítségünk az Úr nevében, aki az eget és a földet alkotta. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Éljen a pápa! Élő közvetítést láthatnak itt a Bonum televízióban a Szent Péter térről. Szerdán a általános kihallgatáson az audienciáról, ahol a Szent Atya nem csak tanított bennünket, hanem házi feladatot is adott. Vegyük a Szentírást, nyissuk ki, ahol mondta, Ezekiel próféta könyvének 37. fejezetét keressük meg, és olvassuk el azt a részt, amiről ma szó volt. Ilyenkor fogadja a püspököket, mi elköszönünk önöktől, köszönjük Tőzsér Endre piarista atyának, hogy a Szent Atyát, a Szent Atya szavait tolmácsolta számunkra magyar nyelven. Laudetur Jézus Krisztus. In aeternum amen. Ne feledjék, hívják a 13690-es televízió adományvonalát.